már csaknem 500 adag fogyott, a fokozódó igények miatt 4 üstben főztek a 39. jótékonysági ételosztáson. 6400 kilométert tettek meg Babettával, a veterán motorosok Afrikáig gurultak kedvenc járgányaikkal. A Faszínház 100 évvel ezelőtti előadására emlékeztek. A helytörténeti gyűjtő relikviái között korabeli plakát, színházjegy és szövegkönyv is van. Köszöntöm a Vásárhelyi Televízió nézőit, a híradót látják, Borbás Ildikó vagyok. Másfél éve két heti rendszerességgel főz a nehezebb anyagi körülmények között élő vásárhelyieknek a Mindenki Magyarországa Mozgalom és a Tiszta Vásárhelyért Egyesület 30 fős önkéntes csapata. Vasárnap is több mint 400 embernek tudtak adni egy-egy tál meleg ebédet. Emellett a Mátyás utcai olvasókörben ruhát is osztottak, mivel a kánikula beköszöntével sokaknak szüksége van nyári darabokra. Másfél éve 2023. januárjában kezdett ingyenes étel és ruhaosztó akcióba két vásárhelyi civil szervezet. Vasárnap már 39. alkalommal főztek ebédet a helyieknek. A karitatív kezdeményezés mostanra több mint 400 embernek nyújt rendszeres segítséget. Ez pedig jelentős ételmennyiséget is jelent, így már 4 üsben főznek az önkéntesek. Most bácskai rizses hús, hát adományból más adta a húst, más a rizst, van, aki a hagymát adta, úgyhogy ez teljesen adományból készült, tehát nem pénzadományból, hanem megvették a hozzávalókat. Mi meg abból főzünk, ami van. És így lett a bácskai rizses hús, van benne lapocka, van benne csülök, és még egy kis köröm is. Miközben az üstökben fő az ebéd, két hetente ruhát is osztanak a szervezők. A két pár szondát találtam. A rendezvényekre emellett ingyen elvihető könyveket és használati tárgyakat is hoznak az önkéntesek. Rengeteg cipőt kapunk, gyerekcipőt is, felnőtt cipőt is, táskákat, iskolatáskát, konyhai eszközöket, itt gondolok konyhai eszközökön belül, lábosok, tányérok, evőeszköz, poharaink is szoktak általában lenni, úgyhogy minden, ami a hétköznapi élethez szükséges annak, aki esetleg ezért sem igazán tud pénzt adni. A rendezvényen több tucat vásárhelyi a Mátyás utcai olvasókörben ebédelt, de azok száma már a 400-hoz közelít, akiknek házhoz viszik az ételt egészségi állapotuk miatt. Látszik, hogy igény az van rá, most is nagyon sokan, akik itt esznek, hál' Istennek olyanok is vannak is, nagyon sokan pedig ide jöttek és innen viszik el, illetve aki nem tud mozogni, azoknak ki is szállítjuk. Nagyon hálás vagyok azért, hogy most is akadt olyan, aki ezt támogatta, megfinanszírozta az önkéntes munka mellett, tehát anyagilag is tudta támogatni. A vasárnapi ételosztás költségét 4 felajánló finanszírozta. A szervezők elmondták, hogy ameddig vannak önzetlen támogatóik, a csaknem 30 önkéntes folytatja a munkát, hogy legalább két hetente egyszer meleg étel kerüljön a nehezebb sorsú vásárhelyiek asztalára is. Nem kell fizetnie a városnak, elutasította a törvényszék a Volánbusz keresetét. Június 13-án első fokon, még nem jogerős ítéletével a szegedi törvényszék elutasította a Volánbusz mintegy 36 milliós követelését. A döntés szerint a város a Volánbusz jogelődjével, a DAG ZRT-vel kötött szerződésnek megfelelően járt el. A kikötött támogatást hiánytalanul megfizette. A Volánbusz ZRT többletigénye alaptalan, részletek a Hotpressben. További rövid híreinkben szó lesz arról, hogyan emlékeztek a 8 évtizede elhurcolt helyi zsidókra. Társasháza alakulhat a Petőfi utca 6 szám alatti ingatlan, indul a regisztráció a diákmunka programban, nem szabad etetni a vízi madarakat. A 80 éve elhurcolt vásárhelyi zsidókról emlékeztek meg a zsinagógában. 1944. június 16-án vitték el Hódmezővásárhelyről a városi zsidóság tagjait. Ennek a történelmi tragédiának a 80. évfordulójáról tartottak ökumenikus megemlékezést a vásárhelyi zsinagógában. Márkizai Péter meggyőződése szerint minden közszereplőnek kötelessége és felelőssége kiállni, mindenfajta megkülönböztetés és jogfosztás ellen, számolt be a Hódpressz. Társasháza alakíthatja az önkormányzat a Petőfi utca 6 szám alatti ingatlant, tudatta a város a gyors hírszolgálata.
Itt működik a játszóház, valamint a helyi kisebbségeknek is itt létesül közösségi tér. Ezért kezdeményezte az önkormányzata az ingatlan társasháza alakítását a kormányhivatalnál. A hivatal az ügyintézési határidő utolsó napján felfüggesztette az eljárást Bán Csabáék igényére tekintettel. Mint ismeretes, az egyházközség több önkormányzati ingatlant szeretett volna saját tulajdonúvá tenni. Az önkormányzat bírósághoz fordult a döntés miatt, a szegedi törvényszék pedig megsemmisítette a kormányhivatal felfüggesztő végzését. Mától regisztrálhatnak a diákok a területileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál a nyári diákmunkaprogramba. Legkorábban július 1-én állhatnak munkába a támogatással elhelyezkedő fiatalok. A program elsősorban bértámogatással ösztönzi a fiatalokat a vakációs foglalkoztatással, ami elősegítheti a munkatapasztalatszerzést, és jól jöhet a későbbi elhelyezkedés során is. Az idei év újítása, hogy az erdőgazdálkodás területén is alkalmazhatók a fiatalok, az önkormányzatok, a vendéglátás, a turizmus és a mezőgazdaság mellett. Sehol semmivel ne etessük a vízimadarakat, kéri a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. A vízimadarak etetése nem csak felesleges, de tömegesen sodorhatja veszélybe és betegítheti meg az állatokat, ami ellen küzdenek a természetvédelmi szervezetek. Az értéktelen táplálék megbetegítheti a vízimadarakat, szennyezi a környezetet és rontja a vízminőségét is. Száz évvel ezelőtt, 1924. június 14-én mutatták be a helyi szerző Tóth Sándor a Család becsülete című három felvonásos vígjátékát a Népkert legendás játszóhelyén, a Faszínházban. Ennek a darabnak a szövegkönyve, plakátja és jegye került Hegyi Endre birtokába, aki szenvedélyes gyűjtője a korabeli helytörténeti érdekességeknek. Mivel a fényképész ezt az erekjét igazi kuriózumnak tartja, ezért az évforduló alkalmából közkincsé tette, és megmutatta kameránknak is. Pontosan 100 évvel ezelőtt a Faszínházba egy csodálatos előadást adtak elő, és teltház volt, és akkori nézőtérszámot nézve egy 450 férőhelyjel teltházzal az előadást megtartották. Hegyi Endre a Család becsülete című vígjáték kézzel írott szövegkönyvét mutatja. Erre az előadásra 80 filléres álló, illetve két koronába kerülő páholy jegyet is lehetett váltani, és aki vásárolt egyben, jótékonykodott is, mert Rákóczi szobor felállítására szerveztek gyűjtést. Nagyon érdekes dolgokat adtam én is át, de én is lehidaltam, amikor két ilyen mappát megkaptam egy akkori színművel, és hogy belegondolok, hogy 48-ban lebontották a Faszínházat, és előtte 24-ben egy színi előadásnak az egész forgatókönyve szereposztással és a színházi jeggyel, hát ez olyan kuriózom, és úgy gondoltam, hogy mivel most a 100. évforduló, ezt most meg kell osztani a közvéleménnyel, hogy közkincsé teszem ezt a kis öröm szerzeményemet. A Család becsülete, a Hortobágy virága, Marci gyerek házasodik, e három mű dokumentálja a 20. század első felében élt és alkotott Tóth Sándor munkásságát. A helyi Tóth Sándor autodidakta módon sajátította el a korban divatos népszínművek írását. A most előkerült a Család becsülete című szövegkönyvből kivonatott Takácsiné Farkas Irén nyugalmazott gimnáziumi tanár készített. Ebből olvasott fel részletet Ditrói Zoltán, aki arról is beszélt, milyen emlékek maradtak fenn a családi legendáriumban a vásárhelyi Faszínházról. Vannak történetek, például a nagyapám története, aki kisgyerekként járt itt ebben a színházban, és volt, amikor belógott előadásra, volt, amikor valahonnan jegyet is szerzett hozzá, meg a déd nagyszüleim is jártak itt. Vannak olyan fényképek is, nagyapámnak a bátyja, ő a vitéz Ditrói István, aki a Hősök terén is kint van, mint hősi halott, hogy így színkörbe játszott. A Faszínház 50 évig működött, azaz 1898-tól egészen 1948-ig gondoskodott az itt élők szórakoztatásáról a Népkertben, ahol a kor legnagyobb színészei is megfordultak. Színpadra lépett többek között Gombos Kati, Sinkovics Imre és Besenyei Ferenc is. A nyári színház helyét ma már csak emlékoszlop hirdeti.
mindig a látványból indul ki, de nem pusztán máshol, hanem átírja azt, mert szereti a lényegeset kiemelni, a lényegtelent pedig elhagyni. A realizmus dicsérete a fő témája a Sonkoly Tibornak, aki munkássága keresztmetszetét mutatja be a könyvtárban rendezett kamara kiállításán. A megnyitón az érdeklődők a vásárhelyi festőművész vetítéssel egybekötött szenvedélyes hangvételű tárlatvezetését követhették figyelemmel. Itt a hölgynek a figurája, a lényeg, a hölgy, aki mint egy első válaszó megjelenik, és egy csúcsra emelkedik önmaga és a környezete számára. Ezért nem fontos ebben az esetben a környezet ábrázolása, emelte ki Sonkoly Tibor, aki a Báli Fotózás című pasztelképének készítésébe is beavatta az érdeklődőket a könyvtárban rendezett kamara kiállításon. A vásárhelyi festőművész azt magyarázta nagy beleéléssel, hogyan él a lényegsűrítés eszközével, és ezáltal miként írja át a látványt. Elhagyom a lényegtelent, kihangsúlyozom a lényegest, és akkor eljutunk egy egészen lefosztott állapotig, idézőjelben mondom. Valahogy nekem rögeszmény volt, hogy eszköztelenül bemutatni a teljességet. Ez csak egy ilyen játék, lehet, hogy nem örülnek neki, de ez is be van mutatva, be lesz mutatva. Ezen kívül a szimbolizmus felé mutat, ahol több értelmet kap egy-egy munka. De még mindig tartalmazza a látott világ ismert motívumait. Sonkoly Tibor ugyanis hisz abban, hogy a két teljesen eltérő irányzat, mint a realizmus és a szimbolizmus összeolvasztható. A ragasztóanyag nála a szenvedély, amely a mai napig átjárja képeit. Ha elkapja az ihlet, akkor egyszerre több ecsetet is használ, vagy képes a puszta kezét is az alkotás szolgálatába állítani. A lendület az benne van az embernek a kezébe, hogy így mondjam, és ez adja azt a bizonyos expresszív hatást, ami alapján keletkezik a kép. Nem szeretem ilyen kifényezett, kidekázott képeket, hanem a lendületet, a szenvedélyt akarom belevinni, még akkor is a lírai realizmusról van szó, vagy expresszív realizmusról. Az alkotó azért is tartotta fontosnak most a közönség elé állni, mert jelenleg két pályatársának, Holler Lászlónak és Vénagy Nándornak is látható válogatása a városban. Ezért ő is boldogan fogadta el az egyik egykori tanítványának, a könyvtár igazgatójának a meghívását, hogy számot adjon munkássága keresztmetszetéről az intézmény olvasótermében egészen augusztus 24-éig. Afrikát is megjárta babettáján a vásárhelyi Barta Zsolt. A nem hétköznapi kihívás során 32 nap alatt több mint 6400 kilométert tett meg utitársával és barátjával Gáborral, 50 köbcentis motorján. A vásárhelyről indult túra Horvátország, Szlovénia, Olaszország, Franciaország és Spanyolország érintésével Marokkóig tartott. Barta Zsolt szerint nagy teljesítményű modern motorokkal sokan meg tudnak tenni ekkora távokat, de ők babettájukkal, mint mondta, sokkal nagyobb királyok. Hódmezővásárhelyről indultam, utána átmentem Szegedre, Szeged reptérsarkánál találkoztam a túratársammal Farkas Gáborral, avval elindultunk Magyarországon Mohács, átmentünk Horvátországba, Szlovénia, Olaszország, Franciaország, végig a partszakaszon Spanyolország, és így értünk át Afrikába, Marokkóba. Egy hónap alatt 6400 kilométert tett meg 89-es gyártmányú, 50 köbcentis babettáján a vásárhelyi Barta Zsolt. Arra a kérdésre, hogy miért pont erre a motorra esett a választás a teljesítménytúrához, magától értetődő volt a válasza. Mert mikor eljárunk motoros találkozóra, és mondják ott ilyen nagy köbcentis motorokra, hogy hű, itt voltak, meg ott voltak, és akkor mondjuk, hát mink is voltunk ott, és azt mondja, tik mivel jártok? Én mondom, babet, akkor tik nagyobb királyok vagytok. Zsolt szerint egy vásárhelytől Afrikáig tartó motoros túrán a gép sokkal nagyobb terhelésnek van kitéve, mint a vezetője, ezért a babetta felkészítése kulcsfontosságú volt. Berántó, dekompresszor, hegyi biciklinek a tárcsafékje, elől-hátul, nagyobb áttétel, láncáttétel, jó gumik. És ha már felkészítették a nagy útra a babettákat, nem is álltak meg Afrikánál. A magyar motorosok egészen Franciaországig elmotoroztak, két El Caminót is teljesítve. Megcsináltuk itt a portugál El Caminót, Santiago de Hostáig, és utána megcsináltuk a franciát egészen idáig. És innentől itt volt a túra vége, Franciaországba.
Az út közben pedig nagy csodálat övezte a babettások teljesítménytúráját. Portugáliában pont volt, mikor Afrikából visszajöttünk, és akkor mondtuk, hogy most jöttünk Afrikából. És azt mondják, hogy hát Afrikából, de hát honnan jöttünk? Mondjuk Hungári Magyarország. És akkor mondták, hogy így, és még majd megyünk visszafele, de még megcsinálunk két El Caminót. Hú, nagy a baj, mondták, nagy a baj. A vásárhelyi motoros azonban nem pihent a hosszú túra után. Hétvégén már az Őrségben volt egy találkozón, hamarosan pedig a Balaton kerülik körbe, csak nem 100 másik babettás társával közösen. Állítólag a következő hosszabb úti cél Törökország. Nos, köszönöm szépen a figyelmüket, ez volt a Vásárhelyi Televízió híradója. Hírműsora holnap 17 óra 30 perckor jövünk, most mutatjuk, hogy robban be a kánikula Hódmezővásárhelyen. Viszontlátásra!